szeretnélek. Ah, Lili drága, felébredtél? Igen, mert a pasim hajnalban bütyöli az autóját. Ne kapd fel a vizet. Itt a tél. Meg kell puherálnom egy képőcköt, hogy hóban is repeszthessek. Ha majd lesz 5 percet, szerelj be egy radiátort az ágyamba, jó? Mert úgy legalább nem gebedek meg, ha egyedül fekszem az ágyamban. És ez nem csak télre igaz, hanem egész évre. Ne mondj ilyen. Hozzám ne nyúlj az olajos mancsoddal. Aztán dörzsölhetem magam a sikavakával. Mi az a sikavaka? A sikavakával serpenyőket, lábasokat és olyan kübli fejeket puszolnak, mint én. Jaj, ne duzzog, megmosakszom és már is jövök. Nem. A műsor nem így zajlik le. Megmosakszol, aztán egy órát várunk, amíg a rád locsolt könny elillan, és akkor épp ideje dolgozni menni. Mi ez a dult háttérvokál? 2 órája jöttem meg, 1/2 órát néztem, ahogyan szunyálsz. És miután nem voltam álmos, úgy döntöttem, inkább csinálok valami hasznosat, és nem a tévét bámulom. Daniel, nincs is tévénk. Ne kukacoskodj, elfben érted. Nincs se tévénk, se lemezjátszónk, se függönyünk, se kanapénk, se egy nyambat vázánk a virágoknak. Megérzem, néha hozhatnál virágot, viszont van egy frigiderünk, dugig jód lámpával, de legalább van. Lili. Van még egy benzinvízös zuhanyunk, egy üléshúzatokkal tömött mosógépünk, és egy szekrényünk, ahova bepaszírozhatok pár ruhát, ha megküzdök egy abroncshegyel. Lili. Ezen kívül van még egy luxus kivitelű, a te penetráns igényeidet kielégítő, szuper garázsunk. Most mitől okált szepéten? Struálsz, vagy mi? Nem menstruálok, hát éppen ez az érted? Nincs kedvem tovább garázsban élni. Nő vagyok, mondd ez neked valamit. Nem csereszabatos egy csimaképű pasival. Egy nő jön, megy, gondolkozik, fejlődik, és néha napján nem vet meg egy kis kényelmet. Mezze nekem. Csak mert bütykölgettem egy kicsit. Lökött nők. Nem értem. Ennek is tök jó az illata. Hé, Lili, mit csinálsz? Hazaköltözöm. Inkább egy kaszárnya, mint egy garázs? Ott legalább van függöny, kert és virág az asztalon. Nevetséges, nem hagyhatsz el így. Eleinte élvezted, hogy itt lakunk együtt. Igen, de már unom, hónapok óta ezért rágom a füled. Amúgy se velem élsz, hanem a kocsiddal. Ketten sokak vagyunk neked. Vagy ő, vagy én. Válasz.